81-ben egy gazdálkodó, nagyon szorgalmas és becsületes család második fél gyermekeként. És hát ez a gazdálkodási vonal, ez végig is kíséri igazság szerint a gyerekkoromat. Állattartással, növénytermesztéssel foglalkoztak a szüleim abban az időben, illetve sok minden egyéb olyan dologgal, ami kicsit a közt is szolgálta. Általános iskolába, Tevere jártam, a Tevere általános iskolába tanultam, és onnan pedig a Szekszárdon végeztem karosszéri alakatos szakmát, 505-ös kari iskolába. Onnan pedig Lengyelre kerültem, ott érettségiztem lengyelen, illetve ott szereztem mezőgazdasági környezetvédelmi technikumú képesítést. És én azt gondoltam, hogy az iskola itt be is fejeződött számomra, hiszen el is kezdtem dolgozni előbb a szakmába, aztán úgy hozta a sors, hogy az autóiparból kikerültem Ausztriába. Ausztriába újra iskolapadba ültem, egy fél éves időtartam alatt szereztem középfokú német nyelvvizsgát, és onnan pedig hazakerültem 2005-ben, településen akkor hirdettek egy állást falugarnoki szolgálat beindítására, és én ezt az állást megpályáztam, ott egy kicsit már a honvágy, a hazaszeretet azért hazahúzott, attól függetlenül, hogy nagyon jó helyen éltem, de visszavágytam természetesen a szülőfaluba, ugye szoros a kapcsolat a településsel, már gyerekkorban is, hiszen túl azon, hogy a termőföldnek a szeretete, az állattartásban való aktív munkavégzés, egyrészt helyben való tevékenységre szólított, azon túl édesanyám például a katolikus templomban a sekrestyési feladatokat is ellátta a munkája mellett, és nekünk a hétvégénk általában arról szólt, hogy mentünk templomot takarítani, templomot díszíteni, vasárnap pedig a szentmisére. De mondhatnám azt is, hogy amíg a majálison a kortársaim kikapcsolódtak, vagy a búcsúkor ünnepeltek, addig nekünk nyilván az állatok gondozása, a takarmány elkészítése volt a feladatunk is. Mi így ebben nevelkedtünk, ami egy nagyon jó alap. Én azt gondolom arra, hogy az ember meg tudjon állni a saját lábán, és felnőttként tudjon akár fizikailag is előrébb jutni fizikai munkával, hiszen mindig azt tanultuk otthon, hogy becsületes munkával tud az ember boldogulni és helyt állni. A falugondokot mindig a saját település szájízére kell beállítani, vagy a munkáját úgymond kitalálni. Akkor, abban az időben a településen a közbiztonság javítása ez egy nagyon nagy feladat volt, illetve megteremtése, ott azért heti szinten történtek bűncselekmények. Ha idegen autót látnak, akkor rendszámot fölírnak, azt ugye nyilván akkor jelzik nekem, és ez a mai napig meg is maradt. Tehát településre betéved egy olyan tevékenységet folytat, amit egyébként zárodon nem lehet, ugye nem adunk erre engedélyt, hogy házaló tevékenységet folytasson bárki, akkor gyakorlatilag az illető, aki bekerül a településre, az két percen belül én arról már tudok, és akkor ott nyilván egyrészt egy határozott fellépéssel és meggyőzéssel leszoktuk ezt zárni, ezt az esetet, de természetesen minden évben van arra példa, amikor hatósági segítséget kérek, amikor a szép szó nem használ, akkor a hatóság indítja a megfelelő eljárást ezekkel a személyekkel szemben, úgyhogy ez nagyon jól és szervezetten működik. Túl ezen, hogy ezeket a feladatokat láttuk a legfontosabbnak az indulási időszakban, közterület karbantartási, munkaszervezési feladatok párosultak még ez a tevékenységhez, majd nyilván az alapképzés elvégzése után kikristályosodott az, hogy egy falugondoknak mik azok a feladatok, amikben mindenképpen részt kell vállalni. Ezek alapvetően szociális jellegű feladatok, tehát az időseknek a segítése olyan szempontból, hogy gyógyszerbeszerzés, szociális étkeztetésnek a biztosítása, szállítása, egészségügyi intézménybe történő szállítási feladatok, ezek az alapok. És akkor erre épül rá az, hogy ha van a településen oktatási intézmény, Závodon van óvoda, az óvodai
életnek a segítése, a gyerekeknek akár fejlesztése, történő szállítása, vagy kirándulások megszervezése. És akkor ezen túl jönnek a civil szervezetek, a civil életbe való tevékenykedés, akár programszervezés. Nekem egy nagyon jó időszak volt az, amikor pályázati kiírásokban való aktív részvételként én azt mondhatom, hogy kitanultam a pályázati írásnak a fortéját abban az időszakban, amikor olyan időszak volt, hogy több pályázatot adott be az önkormányzat, annak én szerves része voltam. Aztán később már én írtam pályázatokat itt a 2014-15-ös években. Társadalmi megbízatási polgármester, ő nem főállásban végzi ezt a tevékenységet. Ennek megfelelően ugye a bérezése is egy jelképes összeg, és gyakorlatilag ő saját maga határozza meg azt, hogy most mennyi idejét tölti el a település fejlődésével kapcsolatban. Tehát én úgy indítom egyébként a napomat, hogy korai kelő vagyok, én 5 órakor már lent vagyok a hivatalba. Van egy falugonoki feladatrész, amit akkor megcsinálok. Megszervezem a napot, ami a napi teendők. De ugye azért jó, mert azért is hatékony polgármesterként, hiszen sok segítő van. Van egy nagyon jó testület, képviselőtestület, aki mindenki kiveszi a részét, a maga részét a feladatokból. Ugye jegyző van, van egy hivatali apparátus, akik gyakorlatilag az irodai munkát, az ügyes-bajos dolgot elvégzik. Elsősorban koordináló szerepe van egy polgármesternek, legalábbis az én esetemben e tekintetben. És akkor a nap nagy részét nyilván falugondokként teszem, végzem a dolgot, viszem a betegeket, hozom a gyógyszert, hozom az ebédet, ezek napi feladatok, de természetesen minden olyan feladatot, ami segítségkérés érkezik, azt egy nap közben teljesítem, akár az óvodával kapcsolatban, akár az idősekkel. Ugye rendszerváltás, meg ott a privatizáció környékén a családnak összeadódik, akkor egy ilyen 15 hektáros területtel rendelkezik a család. Volt egy időszak, amikor ez bérbe volt adva, de nyilván a szemlélet, a családi szemlélet az mindig az volt, hiszen a gazdálkodás az az esetünkben évszázadokra vezethető vissza, hogy a földet meg kell művelni. Napi szinten 14-16 óra munka megvan, bőven, de sokszor éjszakában nyúlanak a feladatok. Hétvége is munkával telik, de olyan munkával, amit lehet, hogy más hobbinak nevezne. A család az abban a szerencsés helyzetben van, hogy aktív részesei. Én azt gondolom, hogy minden egyes szeletnek a tortából. Tehát ők, ha a közösségi életben kell részt vállalni, akkor ott segítenek, ott vesznek részt. A gyerekek is már a szereplésekkel ugye bekapcsolódnak ebbe a idézőjelben munkába. De a szülők, a feleségem is aktív részesei, hiszen hogyha vendéglátásról van szó, akkor ők is ebbe besegítenek. Így jó, így működik. Nyilván segítenek az otthoni házkörüli tevékenységbe, a mezőgazdaságba is. Sokszor együtt megyünk ki a földekre, és ott mindenki megtalálja magának való feladatot. Tehát van, amikor ugye a település elszólít a családtól, akkor nyilván nélkülözzük, utána jobban szeretjük egymást. Viszont azt gondolom, hogy a maga a település egy kicsit a családom. Tehát egy kicsit úgy gondolok rájuk, mintha családom lenne. Ez lehet, hogy otthon rosszul hangzik, hogyha majd ezt hallják, de ez az igazság. Székely származásom az mindkét felmenő részéről adott, hiszen mind az anyai, mind pedig az apai vonalon 100%-ban jelen van. Az apai vonalon az 1700-as évekig visszavezettük már a családfát, illetve az anyai vonalon is most elkészült a családfa, és gyakorlatilag a mádéfalvi veszedelemig vissza vannak vezetve az ősök. A nagyszüleim sajnos nagy részük már nem él, bár az anyai nagymama hál' Istennek még velünk van. Ugye 1945. októberében, ha jól emlékszek, október 17-én indultak el azzal a
holmi valamit el tudtak hozni magukkal ugye egy szekéren. Az anyai nagymama akkor 9 éves volt, és ő tisztán emlékezett minden ebben kapcsolatos eseményre. Például egy személyes esemény az volt, azt mindig mesélte nekünk, hogy a menekülés második napján, ugye 9 éves kislányként elvesztette cipőjét. És mezítláb jött végig, ugye 15 napot gyalogoltak. Tehát mezítláb jött végig a menekülési útvonalon. Ugye településre kerültek, az anyai nagyszülő is nagyon sokat mesél, még a nagymama. Ők például egy olyan házba költöztek be, ahol még a német család bent lakott, és 2 hétig együtt laktak a német családdal. Ugye a 2 hét után a német család elkerült a településről. És hát ugye nehéz időszak, ugye a nélkülözésről, a nehézségről, a munka megtalálásáról, ugye ott azért nagyon sok történet van a tudatunkban. A hétköznapi életben elsősorban a gasztronómiában jelenik meg. A székely gasztronómia az jelen van. Például az nálunk természetes dolog, hogy pénteken nem eszünk húst, pénteken könnyebb ételeket fogyasztunk. Nagyon fontos a vallásnak a gyakorlása. Ugye bár 2 hetente van Szentmise závodon, de igyekszünk oda azért eljutni. És az abból a szempontból is fontos, hogy nyilván a gyerekek is ezt a példát, ezt az identitást megkapják. Hát népviseletben annyira már nem tartjuk a hagyományt. Én azt gondolom, hogy a hétköznapi életben, amiben még megnyilvánul az, hogy a vérvonal honnan ered, az a maga beszéd. Hát azt remélem, hogy mindenki itt fog maradni, és nyilván azon is dolgozok, hogy ez így legyen, hogy legyen egy nagyon jó gyerekkoruk úgy, hogy meglássák azokat az értékeket a településen, ami majd azt fogja nekik mondani, hogy itt kell maradni, és itt kell boldogulni. Ugye ez lenne igazság szerint a cél, meg az álom.